Jelenleg a holnap kiadó gondozása az a Kós Károly könyv, és ma este itt van a holnap kiadónak az igazgatója, Mikulics Eszter, és Sisa József, akit azt hiszem szerintem sokan kell, hogy ismerjék, mert aki az építészettel foglalkozik, az tudja, hogy az egyik olyan ember, aki nagyon sokat tud, sőt, aki szigorlatozik építészet történetből, akkor valószínűleg szintén nagyon ismeri József nevét, de azért a magyar építészet történetnek az egyik legjobb ismerője. És mielőtt átadnám a szót Eszternek, hogy konkrétan a könyvről beszéljen, én azt gondolom, hogy az a vállalkozás, ami a holnap kiadó már gyakorlatilag évek óta, tehát ez a 20. könyv abban a sorozatban, tulajdonképpen az építészet mesterének a 20. kötete. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly vállalkozás. A legelején még Géla János segített a munkába, és én azt gondolom, hogy az Ibli önmagába, ahol szintén az építészet történettel, az építészeti írásokkal foglalkozunk, aztán a jövőben is lesznek olyan kötetek, amik tulajdonképpen a kollégáink közreműködésével fog megjelenni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, hogy azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten a kar is, tehát az egyetem is közreműködik a holnap kiadóval, és én bízom benne, hogy a jövőben is hasonló helyzetekben, más kötetekben lesz alkalom, hogy Eszter és József tudnak jelen lenni egy ilyen könyvbemutatónál. Tehát ezzel én a könyvet ide leteszem, és megkérem akkor Mikulics Esztert, mint a holnap kiadó igazgatóját, hogy pár szóval indítsa el a könyvet az útjára, és majd esetleg utána átadja a szót Józsefnek, hogy utána folytassa a könyvvel kapcsolatos mondani valót. Nagyon köszönöm szépen, hogy el tudtál jönni. Mi köszönjük a meghívást, és nagy örömmel is jöttünk, hiszen tulajdonképpen a 31 éves kiadói munkánkból azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb örömet és a legnagyobb fáradtságot is ez a 20 kötetből álló sorozat adta a kiadónak, személy szerint nekem, de a kiadó dolgozóinak is. Ezt azért tudom mondani, mert nekem eleve filozófiám az, hogy azt lehet jól csinálni, amit az ember szívvel, lélekkel és nagy elánnal tudja tenni. Hát ez a sorozat azzá vált, ezt büszkén mondhatom. Különösképpen azért, mert egy olyan intelligenciával hozott össze bennünket a sors, nevezetesen az építészekkel, akikkel remek együtt dolgozni. Nagyon sok segítséget kap tőle a kiadó, vagy tőlük a kiadó, és hát mint ahogy már Anthony elmondta, Gerle János indította ezt el a kiadó életébe. Kicsit húztuk a szánkat, kicsit nem értettük, hogy jó lesz, kicsit drága a könyv. Minden olyan egybe volt, ami a Jánost kicsit elkeserítette, de végül is ő is a kitartó emberek közé tartozott, és mégiscsak elindult a sorozat. Tehát ez a mai világban azt hiszem, hogy a könyvkiadásban szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy elég nagy vállalkozásnak számít, mert a szakmai segítséget ugyan 100%-ig megkapjuk, de ami a könyv szerepe lenne, hogy az olvasóhoz eljusson, és az olvasó okuljon belőle, és azokat az építészet történeti hiányokat, ami jellemezte a könyvkiadást az elmúlt 70 évben, vagy a magyar építészekről szóló nagyon-nagyon hiányos monográfiákat tudtuk az olvasók elé tárni, hát ebben a kereskedelem minket nem segít, számukra furcsa módon túl drága, túl rossz a forgási sebessége a könyvnek, tehát azt mondhatom, hogy egyedül kell ezzel a feladattal nekünk megbirkózni. De hát ez nem vette el a mi kedvünket, mert most már valóban olyan
összeköttetések, szinte barátságok jöttek létre az építész társadalommal, hogy most már semmiképpen nem adnánk fel. Ez bizonyítja az is, hogy 11 szerződésünk van, tehát magyarul 11 magyar építész monográfiája indult munkába, közülük kettő teljesen nyomdakész állapotban van, tehát az Alpár Ignác és a Belder Gyula az ebben az évben szerintem nemzetközi könyvfesztiválra, de legrosszabb esetben az ünnepi könyvhétre napvilágot tud látni. Tehát ezt éreztük meg mi a kiadóba, amit a Jánossal való beszélgetésből le tudtunk szűrni, hogy nagyok a rések, nagyok a hiányok az építészet történet tolmácsolásában Magyarországon. A másik komolyan eldöntendő feladat az volt, hogy kinek szóljon, mert abból aztán abszolút nem lehet megélni egy könyvkiadónak, hogy kizárólag a szakmának készíti el ezeket a köteteket, mert ugyanis végül is beledöltünk a saját dugánkba, mert leginkább a szakma vásárolja. De hát az alapcél mégiscsak az volt, hogy a nagy közönség számára is nyújtson olyan információkat, ami érdekes, körülvesz bennünket a környezetünk által, Budapest leggyönyörűbb épületein keresztül a tény, tehát ezt mégiscsak illik tudni, illik látni, fel lehet nézni az emeletekre, és végül is a mai Budapest állapota ezt igazolja is, mert most már gyönyörű megvilágításban, kivilágításban is a szemet gyönyörködtető, grandiózus épületek között tudunk élni. Tehát végül is nekem csak ennyi volt a szerepem, hogy lehet ránk számítani, köszönjük minden olyan külsős kollégának, aki szívesen jön hozzánk, és örömmel segít rajtunk. Köszönjük az elmúlt időben Rozsnyai Józsefnek, aki egészen csodálatosan nevelte fel a fiataljait az egyetemen, és most már abban szembesülünk, hogy 30 év körüli fiatalok szerzői ezeknek a köteteknek, ami egy zseniális dolog, és az ember csak fejet hajt ezek előtt, a fiatalok előtt, és örülünk, hogy vannak. És köszönjük Sisa Józsefnek, aki az ellenőrző pillantásait és tekintetét rajtunk tartja, de hát mi is szeretnénk ennek megfelelni, és kevés problémát okozni a szakmának, és kevés kritikát szeretnénk csak bezsebelni, inkább csak valami jó indulatú és figyelmeztető dologra vágyunk, de persze kell a kritika, ez természetes. Úgyhogy a legutolsó kötet a Kós Károly volt, gyönyörű a borítója, a zebegényi, ugye, a zebegényi templom pasztelje található rajta, talán a legszebb az eddig megjelent sorozattagok közül. Most már ügyelünk arra is, hogy ne csak a korabeli illusztrációk szerepeljenek a könyvbe, hanem azáltal, hogy a cél az, hogy a közönséghez mindenképpen közel kerüljön. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy most már friss felvételeken keresztül a mai állapotában is időnként tartalmaznak a kötetek fotókat és illusztrációkat. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattak, és bármi jó ötletük van, és biztos van, akkor számíthatnak a kiadóra. Most már építészetből kezdünk professzionálisan működni. És aki ezt részleteiben elénk tudja tárni, az Sisa József. Köszönöm szépen. Tisztelt megjelentek, kedves kollégák! Nagy örömös már számomra az, hogy ezen a fórumon beszélhetek megint két jeles személyiségről, ugye Kós Károlyról és Anthony Gallról. Mind a kettőt jól ismeri ugye mindenki az itt lévő közül. Evidenciákat azért még csak el kell mondanom. Jelesül ugye az, hogy Kós Károly egy polihisztor volt, egy allround személyiség volt, olyan ember, aki hát építész volt, néprajzkutató volt, író volt, politikus volt, egy mindenes volt. Úgy is szoktam mondani,
volt az utolsó erdélyi fejedelem, tehát igazából egy megkerülhetetlen figurája a magyar és az erdélyi kultúrának. Az, hogy Kós Károlyról könyvet kell megjelentetni a Holnap kiadó sorozatában evidenciának tűnt szintén, hiszen végül is nem lehet őt kikerülni, akkor sem, hogyha Kós Károlyról már számos kötet megjelent. Úgy gondolta a kiadó, nagyon helyesen szerintem, hogy mindig legyen Kós Károlyról egy friss, vagy még frissebb, legújabb kötet a könyvesboltokban, illetve egy fontos dolog a könyvesboltokban, tehát igazából nem csak egy zárt körű terjesztésben, hanem igazából egy szélesebb közönség előtt is ez a kötet elérhető legyen. Na most hát a köteteket, amelyeket korábban Kós Károlyról írtak, nem későbben éppen Anthony Gall szerezte, vagyis Tony, magyarok barátai körében, akit nem kell bemutatnom, nem kell elmondanom azt róla, hogy a távoli Ausztráliából jött hozzánk sok éve, sok évtizede, itt megszerette Magyarországot, megszerette Erdélyt. Azt sem kell elmondanom, hogy Kós Károlynak külön szerelmese lett, és ennek köszönhető az, hogy már sok éve, évtizede foglalkozik Kós Károly munkásságával és személyével. Azt is nagyjából azt mindenki tudja itt, hogy Kós Károlyt kívülről és belülről ismeri, hiszen az állatkerti pavilonoknak a felújításával, rekonstruálásával ő foglalkozott sok éven keresztül, tehát hogyha van olyan személy, aki Kós Károlyt, mint építészt és mint alkotót ismeri, az tényleg Tony barátunk. Hozzá kell tenni azt, hogy ennek a kötetnek ő nem csak szerzője, hanem szerkesztője is. Jelesül arra van szó, hogy korábbi kiadványokban írás jelent meg többek között Fabó Beátától, és ezt a írást is a kötetben szerepeltette. Fabó Beátának a neve a címnegyedben megtalálható. Mitől újszerű az a kötet, vagy egyáltalán mi az, ami erre a kötetre jellemző, miért érdekes, miért fontos ez a munka? Azt gondolom, hogy az egyik a személyes jelleg. Nem arra gondolok, hogy Tony Anthony személyes meglátása csak, az is természetesen, hanem az is, hogy Kós Károly személyiségére összességében fókuszál, és egy integer személyiséget van módunk a köteten keresztül megismerni. Persze a legfontosabb komponens ebben az építészet, amely mindnyájunkat leginkább foglalkoztat. A személyes jellegnek a kidomborítása vagy eszköze a sok arckép szerepeltetése. Én nagyon örülök annak, hogy Kós Károlynak a arcképe, arca a kötetnek a lapjain egymás után tűnik föl. A gyerek Kós Károlyt lehet itt látni, a 19 éves fiút, aki akkor nagyjából kezdte el a műegyetemet, a fiatal szakembert, az életembert is. Persze számunkra a barázdált arcú, jóságos, mindentudó öregember arcképe, ami a retinánkba égett, és ez a fénykép is, ez a sorozat is több darabban szerepel a kötetben. Ezen a ponton meg kell említenem azt, hogy itt a Kós Károly család segítsége nagyon fontos volt, Kós Károly családjának a segítsége nagyon fontos volt, a Kós család képekkel, dokumentumokkal, támogatással nagyon is hozzájárult ahhoz, hogy ez a kötet megszülessen. Eddigi családtagtól szerepel a kötetben egy családfa, a Kós Károly családfája. Végig lehet követni azt, hogy amit lehet tudni, hogy is történt a család alakulása Erdélyben. A legelső, aki a családfa tetején szerepel, Johann Kós, vagy Kós Johann, Kós János, ahogy tetszik, aki Szátrégemen született, tehát egy 100 emberről van szó eredendően, és az SCH-s helyesírást alkalmazta, illetve úgy találták meg a dokumentumokban, illetve hát egészen a Mikós Kárjónkig, ugye SCH-val írták a nevüket. 1911 körül volt az, hogy Kós Károly az SCH-s írásmódról az S-re váltott át, ami természetesen gesztusértékű dolog, hiszen a magyar sággal való azonosulásnak egy olyan gesztus, ami hát nagyjából mindent
elmond. Mint ahogy a luteráns vallásról, a kálvinista vallásról áttérés is az erdélyi néppel való azonosulásnak a jegyét viseli magán. Nos, az arciképek közül fel lehet fedezni még családtagokat, társakat, építész kollégáknak a portréfotóit is, vagy és azt a személyes kört vizuálisan rögtön lehet érzékelni, amelyik körbevette Kós Károlyt. Lépich Eleknek is ott van az arcképe, a miniszteri támogatói, akinek a közreműködése nagyon fontos volt Kós Károly munkásságának megindulásában. Nagyon örültem neki, hogy szerepel a kötetben egy portré a 70 éves Sulek Frigyesről is. Sulek természetesen tanára volt Kós Károlynak, ez már önmagában indokolná az, hogy arcképpel ő is szerepeljen, de azért ennél még többről van szó, nem csak egyszerűen tanára volt a szó administratív értelmében, hanem ennél sokkal többről van szó. Itt egy kis kanyart kell tennünk, ugyanis hát itt Sulek Frigyes személyét és az ő általa képviselt építészetet azért kicsit hangsúlyosan ki kell emelni. Ugye Sulek az a historizmus építésze volt, és mérnök helyreállító, és mint ilyen a neoromán stílusnak a művelője. 1903-ban vette át a tanszéket, amelyet korábban Stein Imre vezetett, a középkori építészet tanszékét, és igazából az ő általa ismert, művelt, kedvelt romanikát kicsit átadta a tanítványoknak. Ismert az, hogy a romanika vagy a neoromán stílusát picikét, vagy nem is olyan picikét, az egyik eredője volt a új törekvéseknek. A román stílusnak a tömszerűsége alkalmanként az újszerű, hát ornamentikának a megjelenítése a sajátja volt, és mindezek olyan dolgok, amelyek az új építészet felé orientálódó fiatal építészeknek is jelentettek valamit. Tudni kell azt, hogy Sulek nem erőltette azt, hogy a fiatalok kövessék ezt a historizáló megfogalmazást, a neoromán stílus historizáló megfogalmazását, hagyta kibontakozni őket, mégis úgy tűnik, hogy ez a fajta középkor felé való érdeklődés az nyomot hagyott Kós Károlyon és az ő társainak, a fiataloknak az építészetében. Igazából a neoromán stílusnak a szerepe a új törekvések felé való útkeresésben megragadható nemzetközi szinten is. Itt a legevidensebb ugye az Egyesült Államok, Amerika, Harry Hanson Richardsonnak az építészete, ott nagyon erősen jelen volt, még Európában is, annak ismerete jelen volt Európában is, és tudjuk azt, hogy igazából a neoromán stílusból kiindulva mi mindent lehet elővarázsolni új nyitás irányában, és igazából ehhez kicsit analóg módon alakultak a dolgok Magyarországon is. Ezt úgy fogalmazhatjuk meg mai kutatási címszavakban, hogy a romanikából, vagy a neoromán stílusból a vernakuláris romantika felé vitte az építészeknek az útját, jelesül Kós Károlynak és a fiataloknak az útját. Említettem a portrékat, akkor ki kell emellem azt is, hogy csoportképek is szép számmal vannak a könyvben, tehát itt igazából a család együttese több felállásban látható a fiatalok, tehát a fiatalok építéscsoportnak a tagjai csoportképpen, munkatársa, különféle események és alkalmakkor, és ezt a fajta munkaközi viszonyulást is ebben nagyon szépen ki lehet következtetni. De a személyi és társadalmi környezet és a közeg is a kötetből ilyen vizuális módon kirajzolódik, tehát kalotaszegi parasztlányokról látunk képeket, bútorfestőkről, parasztszekéről, notabene dr. Kós Károly, az építész fia felvételén, erdélyi úti elmi élmények a képei, tornyok rajzait és hasonlókat. Tehát egy széles panoráma rajzolódik ki a kötet első végig lapozása jó voltából is.
A kötet kitekint Magyarországon kívülre is, megfragadja azokat az elemeket, amelyek Kós Károly számára oly fontosak voltak. A törökországi élmények rajzban és fotóban tudjuk, hogy az Isztambul-Sztambul a fiatal Kós Károlynak milyen impulzust adott, de a finn kapcsolat is megragadható a kötetben, tehát igazából megvannak azok a nemzetközi támpontok és eredők is, amelyek fontosak voltak számunkra. A kötetnek másik vizuális eszköze a rajz természetesen, ugye Kós Károly rajzoló is volt, igazából nála az úti rajz, a fantázia rajz, az építészeti tervrajz, ezek egy folyamot alkotnak, és sokszor nehéz is ezek között a pontos vonalat meghúzni, és ezek a rajzok itt nagyon szépen és szemléletesen rajzolják föl az építésznek a munkásságát. Most Kós Károly másik médiuma az az írás volt, írott szó, mint mindjárt tudjuk. Ez az írás ez jelentette számára a szépírást és a szépirodalmat is, de jelentette számára a tervek leírását, a terveknek a megszületésének a bemutatását, mindez persze szépírói vénával és olyan formában, ami a kötetet ilyen szempontból is élvezetessé teszi. Ezt már nyilvánvalóan tekintjük azt, hogy Kós Károly ír, de hát tudjuk azt, hogy voltak olyan jeles hát építészek, voltak olyan korszakok, amikor az építészek nem írtak. Tehát Ybl Miklós az lényegében nem írt, igazából Feszl Frigyes sem írt, pedig milyen jó lefon, hogy tudjuk azt, hogy mi gondol a formáiról. Szerencsére Kós Károly írt, tehát azokat az ideákat, impressziókat, amelyek meghatározták az ő munkásságát, ez a kötet is nagyon szépen csokorba fogja. Hozzá kell tenni azt, hogy a legtöbb korábban megjelent Kós Károly kötettel szemben itt van egy jegyzetapparátus, tehát itt meg lehet találni a forrásokat, mind a szöveges tárgyaláshoz a támpontokat, amelyet Anthony Tóni írt, mind pedig az egyes hát Kós Károly idézeteket, tehát itt igazából a tudományos apparátus, mint a Honlap kiadó sorozatának egy kibomló hát aspektusa itt szintén jelen van. A tudományos igényesség ez végül is megköveteli, megkívánja. Az, hogy az írásoknak, illetve az idézeteknek ilyen fajsúlyos, súlyos, nagy súlya van a kötetben, ez picikét visszanyúlik a kötet alapítására, vagy a kötet sorozatnak az alapítására. Említette Eszter, az igazgatónő, hogy Gerle János indította el az egész sorozatot, az egész folyamot. Akkor erősen alapult ez a folyam a korábbi írásokra, a visszaemlékezésekre, egykori leírásokra. Igazából ebből nőtt ki aztán a monográfia jelleg. Most ez a kötet ilyen szempontból kicsit visszanyúlik a Gerle János féle hagyományokhoz, ebből a tekintetből, tehát igazából én azt gondolom, hogy ez a kötet megjelent, és az, hogy Kós Károlyról ilyen formában jelent meg, aki Gerle János világában ugye egyik főszerepet játszotta, picikét főhajtás Gerle János emlékének is. Nos, hát a kötetben az építészeti munkásság, amik a súlyt képviseli, arányosan szerepel, közismertek az első világháború előtti épületei, amelyek kellő mértékben és gazdagságban traktáltatnak, az Ebegényi templom címlapot Eszter felmutatta, az óbudai református parókja és a imaház állatkert épületek, amelyekhez Tóninak a legszorosabb kötődése van, a kolozsvári református templom, Sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum, Mekeretelep épületei, tehát ezek megfelelő módon kötődően exponálva vannak. De épp ilyen fontos számunkra az, hogy Kós Károlynak az első világháború utáni munkássága is kibontakozik ebből a kötetből. Igazából itt látjuk azt, hogy itt nagyon jelentős váltás történt Kós Károly életében, illetve az egész ország életében. Kós Károly munkásságában ugye azt jelentette, hogy igazából ő az első világháború előtt
egy trend alakító volt, és formálta a magyar építészetet nem kis mértékben. Ez a szerep az első világháború után az adott körülmények között megváltozott, és igazából neki egy sokkal szerényebb és egy megváltozott világban kellett maradnia, ugye kimaradt Erdélyben. Így születtek meg az iskolaépületek, tanári lakóházak, további kisebb-nagyobb lakóházak, mezőgazdasági épületek, templomok, tehát igazából egy redukált lehetőségek világában nagyjából összes épület típust végig tudta ő tapasztalni és valóságban megvalósítani. Érdekes módon a templomok sorában voltak román templomok, és most itt nem a stílusok, hanem arra, hogy a román lakosság számára épült templomok is. És pedig Kalotaszegen, ez kicsit a transzilvanizmusnak a egyében történt, tehát itt igazából a hit Kóskár népek, nemzetiségek harmonikus együttélésében, és ennek a jegyében tervezett templomokat, amelyek igazából nem is nagyon különböztek a magyar templomoktól, tehát itt igazából ő egy olyan globális erdélyi formanyelvben, világban gondolkodott, amelyik a építészetében is megvalósulást nyert. Nagyon fontos ebben a kötetben és a tárgyalásnak a módjában a lakóház. És ugye ezen belül különös hangsúlyt kap a Varjóvár. Tehát megtalálta Tóni azt a súlypontot, azt a kiindulási pontot, amelyik valahogy az egész kósi életműre is jellemző. Tehát igazából, ha szabad egy másik jeles erdélyi személyiséget idézünk, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ugye ez Tamás Járon szavai. Tehát, hogyha valaki ezt életprogramjában és életvitelében és filozófiájában meg tudta valósítani, éppen Kós Károly volt az. Tehát itt igazából ilyen módon a Varjóvár és a lakóház és a környezet és a tágabb környezet és az identitás, ezek a kérdések egymással összefüggő és egymást átfedő szempontok. Igazából a kultúrtáj és identitás egy ilyen fejezet cím is, ez fejezi ki még legmagasabb szinten, hogy tetszik ezt a gondolatot. Ez azt jelenti, hogy az organikus építészetről külön nem is kellett Antoninak hosszabban elmélkedni, vagy filozofálni, hiszen az egész életmű és az életműnek a tárgyalása ezt a gondolatot, az organikus építészetet, életet, világlátást, személyi kapcsolatoknak a hálózatát teljes mértékben megtestesítette. Tehát igazából ilyen módon nem egy szokványos építészmonográfiáról van szó, hanem olyan fajta aspektusoknak a felvetítéséről és egymásba dolgozásáról, amelyik felrajzolja az építész portréját, aki önmagában sem ugye szokványos építész volt. Na most a kötetről annyit ki kell emelni, hogy valóban itt egy nagyon ízléses munkáról van szó szerintem, tehát könyvészeti munkáról van szó, amelyben az archívképek, a rajzok, tervek és a mai fényképek organikus egységet képeznek. Itt nagy hangsúly van arra azon, hogy az épületek mai valóságukban, amennyiben állnak, fényképpen jelen legyenek, tehát igazából itt nem egy nosztalgia könyvről van szó, nem egy archivália konglomerátumról van szó, hanem egy nagyon okosan szövegében és képanyagában okosan felépített kötetről. Nos, hát én azt gondolom, hogy ez a kötet méltó Kós Károlyhoz, és formájában és gondolatében friss újdonságokat is tartalmaz, úgyhogy annak is megéri megvásárolni, akinek már pár kosárkotet otthon a polcán sorakozik. Köszönöm szépen!